Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelhette a mozgássérültek Győr-Moson-Sopron megyei egyesülete. A jubileumi ünnepséget a Pattantyús Ábrahám Géza középiskolában tartották. Az eseményt egy kerekes székes tánc csoport nyitotta meg, amely tavaly alakult Dunaszerdahelyen. Ez egy ötlet volt, hogy megpróbálunk valamit adni, mert elég sokszor kapunk az emberektől támogatást, tehát valamit szerettünk volna visszaadni belőle ebből a sok jóból, amit kapunk. A jubileumi ünnepségen Simon Robert Balázs egy Szigeti Attila ezüst emlékérmet adott át az egyesület elnökének. Nagy Józsefné egy éve vette kézbe az egyesület irányítását. Úgy fogalmazott, ez a díj elődei keze munkáját dicséri, ő a jövőre összpontosít. A megválasztásom után a legeslegfontosabb feladatom az volt, hogy a megváltozott munkaképességeknek munkát teremtsük, munkát biztosítjunk. Most emiatt is írtuk alá a megyei IPOSZ-szal azt a megállapodási szerződést, amely úgy tűnik, hogy munkát tud adni a mozgáskorlátozott embereknek, a sérült embereknek, hiszen nagyon fontos ebben a világban, hogy dolgozzanak. Simon Robert Balázs az ünnepségen elmondta, a város mindig kiemelten kezelte a mozgássérültek ügyét. Az elmúlt években, az elmúlt 6 évben pedig 12 lakást adott át, földszinti lakást természetesen mozgáskorlátozottaknak a város. Ezek a fészek lakások és a Kálvária utcában, Fészek utcában és a Kálvária utcában kerültek kialakításra, és ennek a bérleti díját is természetesen támogatja a város. Ezen túl pedig gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy heti kapcsolatban állunk, hiszen mindig vannak olyan kérések, amit ők a város irányába, az önkormányzat irányába kérnek, és természetesen ennek igyekszünk megfelelni. Az alpolgármester hozzátette, tervek szerint amennyiben az anyagi forrás is összegyűlik, további földszinti lakásokat szeretnének akadálymentesíteni, és minden egyesület által szervezett kulturális programhoz is hozzájárul anyagilag a város.